that situation. Nem tudok most sok okosat mondani, minden megpróbáltunk annak érdekében, hogy megnyerjük a meccset, de a 11-es és a piros lap után nagyon nehézé vált számunkra a mérkőzés. Még 2-0 után is voltak helyzeteink, tehát a körülményekhez képest jól játszott a csapat, de összességében nagyon csalódott vagyok a helyzet miatt, amiben most vagyunk. Lehet itt beszélni arról, hogy kiállítás volt vagy sem, 11-es volt vagy sem, de most már nem érdemes ezen lovagolni. Azt mondtam a csapatnak, hogy kompaktnak kell maradnunk, türelmesen játszanunk, mert egy rugod gólval visszajöttünk a meccsbe, és az volt a terv, hogy csak a végén az utolsó 15 percben nyílunk ki, annak érdekében, hogy gólokat rúgjunk. Sajnos korábban megkaptuk a harmadik gólt, ami eldöntötte a meccset, és sajnos nem úgy sikerülnek most a dolgok egyik meccsen sem, ahogy eltervezzük. Valami mindig van, ami elrontja a meccseinket. Először vagyok ilyen helyzetben az edzői pályafutásom során. Én vagyok az első számú felelős a csapat teljesítményeért, tehát nem szeretnék senki másra mutogatni, akár a klubon belül másra, akár a játékosok közül, bárkire. Én vagyok önmagam legnagyobb kritikusa. Folyamatosan azon gondolkodom, hogy mit tudnék jobban csinálni, de sosem koncentráltam még annyit a munkára a pályafutásom során, mint az elmúlt hónapokban. Gyakorlatilag a munka tölti ki minden időmet. Váltottunk már rengetegszer játékrendszert, próbálom megváltoztatni a játékosok mentalitását, de egyelőre ennyi jön ki belőle.